kiemelkedő helyet foglal el március 15, hiszen minden magyar ember magáénak vallja, sajátjának érzi. Megyeszerte, így a Kaposmenti Terület és Vidékfejlesztési Társulás településein is megemlékeztek 1848. március 15-éről. Nakon az óvodások előadása színesítette az ünnepet. Minden házon zászlót lenget a víg márciusi szél, Magyarország szabadságát ünnepeljük e napon. Három színű magyar zászló azért leng a házakon. Mint minden magyar, mi is nagyon büszkék vagyunk az 1848. március 15-e ifjakra, és igyekszünk az ő szellemüket továbbvinni. Nagyon boldog vagyok, hogy a mögöttem lévő óvodásaink együtt velünk ünnepelnek, és még egy kis műsorral is készültek. Az ünnepség végén az önkormányzat koszorút, míg a gyerekek a saját maguk által készített piros, fehér, zöld pillangókat helyeztek el a kopjafánál. Dalmandon az általános iskolától induló fákes felvonulással kezdődött az ünnepség, melyet az emlékműnél a gyerekek műsorával folytattak. Volt egyszer egy forradalom, márciusi elsős napon. Emlékezünk, zászló lobog, a szívünk is együtt dobog. A háború nem jó dolog, ágyúd örök, fegyver ropog. Élni szeret minden ember, ünnepelni még ezerszer. Az ünnepség koszorúzással zárult. Mivel 60 óvodásunk van, 40 iskolásunk, tehát már eleve ezt a 100 gyermeket megtanítjuk arra, hogy igenis emlékezni kell ezekre a hősökre, igenis nekik köszönjük azt, hogy kivívtak nekünk egy olyan történelmet, ami miatt most mi kötelességünk, hogy folytassuk azt, hogy szabadságban éljünk és védjük az országunkat. Dombóváron is a gyerekek műsora színesítette az ünnepet. A tánccal, énekkel és versekkel tarkított ünnepségen Molnár István a város díszpolgára mondta el gondolatait március 15-éről. Hogy haladunk előre a korban, és éltük meg szép és kevésbé szép éveket, korokat, kezdtük megérteni, mennyire fontos ez az ünnep. Mennyire fontos eszmét képvisel, és amit a gyerekek is kiraktak, a szabadságot képvisel. Egy olyan nép szabadságát, amelyik lényegében a történelmének túlnyomó részében elnyomottként élte életét, de fent tudta tartani ilyen napok miatt az identitását és Magyarország szellemiségét. Az ünnepség Kossuth Lajos szobrának megkoszorúzásával zárult.